Üdvözlöm Önöket, az Öböl Televízió híradóját látják. Nézzük főbb híreinket először, egy-egy mondatban. Megújult az apátság Zircen. A miniszterelnök avatta fel a ciszterci látogatóközpontot. Kátyúzás. Balatonfűszfön elkezdődött az utak karbantartása. Nyitás előtt a strand. Alsóörs 7 milliót költött karbantartásra és felújításra. Magyarország miniszterelnökének jelenlétében avatták fel a zirci ciszterci apátság látogatóközpontját és felújított épületét. Orbán Viktor beszédében kiemelte, megjelentek azok a jelek, amit a magyar nyelv gazdasági növekedésnek nevez. Az Unió és a magyar állam által támogatott beruházás összértéke meghaladja a 700 millió forintot. A ciszterci rend vezetője fogadta a miniszterelnököt a zirci apátság felújításának és új látogatóközpontjának átadó ünnepségén. Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, javul az ország gazdasági teljesítménye. Bár nem oldódott meg még minden gond, de ma már 160 ezerrel többen dolgoznak, mint a 2010-es választásokkor, az inflációnál pedig nagyobb mértékben emelkedik a nyugdíj és a minimálbér. A magyar gazdaságban ebben az évben az első negyedév végén megjelentek azok a biztató jelek, amit a magyar nyelv gazdasági növekedésnek nevez. Jó reményünk van arra, hogy az elmúlt 3 évben végzett munka eredményeképpen, ha nem is egy csapással lesz könnyebb az életünk, de lépésről lépésre előrébb jutunk majd. Ez az év az első aratás éve, és biztos vagyok benne, hogy jön majd még több is. Csak arra van szükség, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy támogassuk egymást. Arra van szükség, hogy bátrak legyünk, hogy kitartsunk, és bajtársiassággal viseltessünk egymás iránt. És ha ez így lesz, a közös siker nem marad el. A miniszterelnök méltatta a beruházást, a szerzetesek tevékenységét, és bejelentette, hogy a kormány döntése értelmében visszakerül az államosítások során elvett arborétum az apátság kezelésébe. Dékány Sixtus a rend történetét elevenítette fel, működésüket pedig élőjelnek nevezte. Krisztus jellé vált értünk, a szerzetes pedig Krisztus útját választva Krisztusi jellé akar válni. Az előttünk járók élete, műve, jel, lelkülete tárul mától elénk a megújult épületünkben, és kezdve az alapítástól, a Kárpát-medencében való ciszterci jelenlét kezdeteitől a török utáni újjáéledésen át, az 50-es évek ateista terrorját is túlélve egészen napjainkig. Hálás szívvel köszönöm meg mindazok munkáját, akik közreműködtek monostorunk épületének megújításában, és a szerzetes életünk, létünk, lelkületünk bemutatását szolgáló látogató központ kialakításában. A város polgármestere a munkálatok fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, soha nem volt még ekkora beruházás Zircen. A második történelmi pillanat részesei vagyunk. Sem a krónikák, sem a köztünk élő legidősebb emberek sem emlékezhetnek olyan mértékű fejlesztésekre, mint amelyek egymásra épülve a rendszerváltástól napjainkig az apátsági épület együttesben belülről kifelé haladva megvalósultak. Ez a második újjászületés időszaka. Az újjászületés, a megújulás több dimenzióban egymással párhuzamosan valósult meg. A mindenki számára látható sík, az apátsági előkert, a homlokzat, az épület együttes külső megújulása, amely már önmagában is igen jelentős, városképi szempontból meghatározó eleme a fejlesztésnek. A második dimenzió a tartalmi megújulás. Nyitás a külvilág felé, felvállalva a mai technikai színvonal által biztosított lehetőségeket, hogy a tanítórend tevékenység a katedrán túl is új ismeretekkel gazdagítsa az apátságot, annak történetét, életét, értékes műalkotásait, tárgyait megismerni szándékozókat. A beszédek után a vendégek a miniszterelnök vezetésével az új létesítményhez vonultak. Itt a rendfőnök megáldotta a látogatóközpontot. A szertartás után a miniszterelnökkel közösen átvágták a nemzeti színű szallagot. Elsőként Orbán Viktort és a megye prominens személyiségeit, döntéshozóit kalauzolták végig a kiállító termeken. Az ünnepség alkalmából a bemutatótereket bárki ingyen megtekinthette.
az Unió és a magyar állam 592 millió forintot biztosított a munkálatokhoz, a rend és a város 111 milliót tett hozzá őrészként. Ebből az összegből a bemutató helyen túl az apátság teljes homlokzat rekonstrukciója is megtörtént, és megújulhat a város főtere is. Litér képviselői rendkívüli ülésükön döntöttek az Alkotmányművelődési Ház belső felújításának részleteiről. A tervek szerint új függönyt kap a színpad, és a nagytermet is kifestetik. Határozat született az új műfüves focipálya labdafogó hálójának megmagasításáról is. Az ülésen az idén 60 éves Alkotmányművelődési Ház belső felújításáról tanácskoztak a képviselők. A munkák elvégzésének szükségességéről már korábban született döntés. A teljes belső festésnek a felújításáról döntöttünk arról, hogy a nagyteremnek a parkettáját újítjuk fel, illetve amit én nem emlékszem rá, hiszen nem régóta vagyok, több 13-4 éve Litéren, de ez alatt biztos, hogy nem volt hozzányúlva a színpadon lévő hátsó függönyökhöz, ami szürke színűek, ezért annak a lecseréséről is döntöttünk, erre állátokat kértünk be, és az állátok alapján a képviselőtestület eldöntötte, hogy mit kell tenni. A mostani határozat értelmében a függönycserét és a parkettázást legolcsóbban vállaló két céget ismét felkérik, adjanak be csökkentett költségvetést. Ezután a polgármester a legjobb ajánlatot tevővel megköti a szerződést. Lakossági bejelentés kapcsán arról is tárgyaltak a tagok, hogy plusz munkákat végeznek el a műfüves pálya környékén. Az ott lakók már az építéskor jelezték az önkormányzatnak, lesznek gondok a létesítménynél. Fölmerült az ott élőknek az a problémája, hogy hát miért építünk ide műfüves focipályát. Alapvetően mi mondtuk, hogy azért, mert eleve is futballpálya volt itt, kispályás aszfaltozott futballpálya, és legfőképpen a litérieknek akarjuk, és inkább az iskolába szeretnénk oda vinni, de ők jelezték, hogy azért több problémát is fölvethet majd ez, amit most jelen pillanatban arról döntöttük, hogy megpróbálunk orvosolni. Mi azt kértük, hogy nézzük meg, készüljön a futballpálya, és hogy működik, akkor milyen problémák adottak. Problémák adottak egyik oldalról, hogy a Petőfi utca felől folyamatosan, vagy többször is kirúgták a labdát, így volt olyan eset is, amikor betört az ablak, ezért az ott lévő hálót az 2 méterre magasan megemeljük. A lelátó felső része mögé palánkot szerelnek, ugyanis onnan, igaz hátrafordulva, de belátni a szomszédos ház kertjébe. A plusz munkák költségének 70%-át a labdarúgó szövetség átvállalja. Arról is döntés született, hogy a litériek idén is vásárolhatnak öbölkártyát. A helyhatóság a tavalyi évhez hasonlóan a felmerülő költségek felét biztosítja. Megkezdődött a kátyúzás Balatonfűzfőn. Mindhárom település részen elvégzik a legszükségesebb karbantartási munkákat. Először a turizmus által érintett területeken zajlik az aszfaltozás, hogy a szezon kezdéskor ne okozzanak fennakadást a megnövekedett forgalomban. A héten kezdték el az utak felújítását Balatonfűzfőn. A Föbeny strand melletti Sirály utcában a csatorna nyomvonala süllyedt meg. Ezt javítják a kivitelező cég dolgozói. Balatonfűzfőn a Sirály utcának régi problémája volt, hogy a korábbi DRV-s nyomotvizes vezetékszakaszon az aknafedlapok körül az útpálya megsüllyedt. Az egykor szintben lévő aknafedlapok körül az útpályát most vissza kellett állítanunk eredeti szintre. Részben az akna fedlapok megemelésével, részben pedig a helyenkéti megsüllyesztésével és a körületelő aszfalt helyreállításával javítjuk az utcaszakaszt. Itt kezdünk, tudnélék, nem szeretnénk már ilyen forgalomlassító tevékenységet a főszezonban végezni. A munkát különleges eljárással végzik. Magas hőmérsékletre melegítik az útfelületet, ami ismét formálhatóvá válik. Így a régi és az új aszfalt között szorosabb lesz a kötés, és kisebb lesz az esélye annak, hogy ismét kialakul az úthiba. A kátyúzást is ezzel az Angliából származó módszerrel végzik majd a város teljes területén. Minden település részen fogunk kátyúzni, igyekszünk az összes meglévő kátyút a pénzünk erejéig elvégezni, ez olyan 4-500 négyzetméternyi kátyúzást jelent idén, hangsúlyozom minden település részen.
durván 5 millió forintos keretösszeg áll erre rendelkezésére, de sajnálatos módon ezt az eredeti összeget csökkenti a hóeltakarítás és síkosságmentesítés kapcsán, mint egy 1,5 milliós túlköltekezésünk, amit a idei tél okozott számunkra. A szilárd burkolatú utak kátyúzása után a Murvás utcák nagyobb hibáit is kijavítja a városgondnokság. Felkészült az idényre az Alsóörsi strand. Az önkormányzat idén is jelentős összeget, több mint 7 millió forintot költött a szezon előtti munkálatokra és fejlesztésekre. Új árnyékolókat készítettek, és már az interneten is nyomon követhető a fürdőhely aktuális időjárása. Az Alsóörsi községi strandot üzemeltető intézmény idén is elvégezte a nyitás előtti felújítási munkálatokat. 20 platánt és 10 fűszfát is ültettek. A kertészek az utolsó simításokat végzik a területen. Üzemel már az internetes kamerával kiegészített időjárás megfigyelő állomás is. Még a magas vízállás előtt felújították a partvédművet, a főidény előtt pedig a medret is rendbe teszik. Május utolsó napjaiban kerül sor a immár szokásos mederhomokozásra. Már befejeződött a gyermekpancsoló medencénél a újabb élő fűz árnyékolóknak a telepítése. Ezt már igénybe is vették a melegebb napokon a gyerekek. Ezen túl a felkészüléshez szokásos felújítással, festéssel, mázolással, kisebb-nagyobb javításokkal az önkormányzati épületeken mindennel időben végeztünk már. Az idei évben jelentkezett egy vállalkozó, aki a gyermekpagonyban gyermekmegőrzést is vállal majd, tehát ezzel is bővülni fog a szolgáltatások köre. A gyermekpagony új árnyékolóival együtt 7 milliót költött a felkészítésre az önkormányzat. Ebben az összegben nem szerepelnek a fürdőhelyre tervezett rendezvények. 5 gyerekeknek szóló és 1 felnőtt színházi előadást tartanak majd. Ezen kívül animátorok, kézműves foglalkozások is várják a strandolókat. A nyitvatartási idő után pedig karaoke partikon és utcabálokon szórakozhatnak az ide látogatók. Valamennyi korosztálynak szeretnénk kedvezni, nagyon fontos célcsoportunk a családosok, pont az előbb említett gyermekprogramok, animációk miatt, de természetesen az idősebb korosztályra is számítunk, tehát mindenki előtt nyitott a strand, hiszen egy nagyon népszerű, közkedvelt létesítményről van szó, és a tavalyi fejlesztés kapcsán, amikor a parton közvilágítást is bevezettünk, gyakorlatilag egy közterületté válik az esti időszakban, ezt próbáljuk kihasználni. A község idén is programdömpinggel várja a turistákat. A strandi rendezvényekkel együtt közel 60 különféle eseményt tartanak, többségüket a főszezonban. Minden korábbinál több programot tart az idei szezonban Csopak. A tervek szerint a tavalyi 20-szal szemben 2013-ban összesen 28 napon lesz valamilyen rendezvény a községben. A fiatal tehetségeknek is adnak bemutatkozási lehetőséget a fesztiválokon. Felkészült a nyári idényre Csopak. A programokról a község polgármestere és azok állandó házigazdája Dávid Roland számoltak be. Elhangzott, hogy a tavalyi 20-szal szemben idén már 28 napon tartanak valamilyen rendezvényt. A szezont is nyújtják, hiszen augusztus 25-éig tart majd az utolsó fesztivál. Az elmúlt 2 év közvéleménykutatási adatait figyelembe véve módosították a műsorok tematikáját, a fiatalos, de igényes zenei produkciók felé nyitnak, és továbbra is a családosokat várják elsősorban. Továbbra is az igényesebb fiatalokat, kisgyerekes családokat, hiszen ők idáig is az első számú kiemelt célpontjaink voltak, hogyha ilyet lehet mondani. Reméljük, hogy azok a színházi előadások, gyerekprogramok, azok valóban ide is tudják vonzani ezeket a vendégeket, vagy ezt a vendégkört, hiszen talán szokatlan lesz, a fiatal zenekarok lesznek, befutott fiatalok körében ismert zenekarok. Próbáljuk kerülni a médiákban nagyon sztárolt vendégművészeket, nem engedünk playback, félplayback előadásokat,
remélhetőleg ezzel azért irányt is fogunk mutatni. A jövő év nagy attrakciója a Csopakra hangolva zenekari verseny lesz, az idén pedig útjára indul a Csopak az ifjú tehetségekért sorozat, amiben bemutatkozási lehetőséget adnak Veszprém környéki fiataloknak. Egy nagyon egyszerű dolog, ami a legfiatalabb korosztálytól nagyjából 15-16 évesekig terjed. Az ötlet onnan jött, hogy a Veszprémi Játékok Összművészeti Fesztivál és verseny zsűri tagjaként volt alkalmam nagyszerű fiatal tehetségekkel találkoznom, akik aranyminősítést értek el akár az idén, akár a tavalyi versenyen, most már 5. éve zsűrizek, úgyhogy van bőven kikből válogatni. Őnekik úgy gondoltuk, hogy szervesen beleilleszkedne abba a koncepcióba, amit Csopak mindig is képviselt, hogy annak ellenére, hogy mondjuk nyáron akár szünet van a gyerekeknek, akár egy kicsit lazább a program, de az óvodások és az iskolások különféle művészeti csoportjai minden alkalomban lehetőséget kapnak, és őket kiegészítve tényleg egy fiatalabb hangulatú akár tánc, akár ének műsorokkal számos fiatal tudunk idehozni a településre. A rendezvények mellett folyamatosan szépítik a községet, hiszen tavaly megnyerték a Falvak között a Virágos Magyarországért díjat. Így idén Hévíz mellett Csopak képviselheti hazánkat az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén. Ennek keretében már 7000 levendulát ültettek el. A programok sorozata és a hivatalos strandszezon pünköst hétvégéjén kezdődik. Most pedig fontosabb híreink következnek, még egyszer röviden. Megújult az apátság Zircen. A miniszterelnök avatta fel a ciszterci látogatóközpontot. Kátyúzás. Balatonfűszfőn elkezdődött az utak karbantartása. Nyitás előtt a strand. Alsóörs 7 milliót költött karbantartásra és felújításra. Híradónk véget ért. Magazinunkban beszámolunk arról, hogy eldőlt a Fűszfői mentőállomás sorsa. Megnézhetik a Györgyis diákok jótékonysági estének második részét, és láthatják az Zircen tartott avató ünnepséget. Észrevételeiket a képernyőn látható elérhetőségeinkre küldjék. Látogassák meg állandóan frissülő weboldalunkat. Itt a korábbi híradóinkat is megtekinthetik. Ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos közösségünkhöz. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!